Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal lenyűgözően egyszerűen kötünk mutatós mintát. Az ismétlődő mintaegység két szem, ehhez egyet adunk a szimmetria miatt, illetve a szélszemeket. Magasságban 4 sort kötünk. Ezt a darabot 29 szemen kötöttem, együtt 15 szemmel indulunk majd. 15 szem van a tőn, kötöttem egy nulladik fordított sort, ahogy a nagy mintánál is tettem. Indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán átemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor tehát, szélszem, egy sima. A következő szemet kötés nélkül átemeljük, miközben a fonal hátul lesz. Úgy szúrok a szembe, mintha fordítottan kötném, átteszem a jobb tőre, miközben a fonal hátul van. Ezt fogjuk ismételni. Egy sima, egy szemet kötés nélkül átemelünk, fonal hátul, újra. Egy sima, fonal hátul. Sima, fonal hátul. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria egy szeme, egy sima szélszem. Második sorra visszaálljen, szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt kötünk egy sima szemet. Indulunk az ismétlődő mintaegységekkel. A következő szemet, amit az előző sorban is kötés nélkül átemeltünk, szintén átemeljük, de most a fonal elől lesz. Úgy szúrok bele, mintha fordítottan kötném, átteszem a jobb tőre, fonal elől, és egy sima szem. Ezt ismételjük. Kötés nélkül átemeljük a szemet, fonal elől, egy sima, újra. Átemeljük, fonal elől, egy sima. Szélszem. Harmadik sor, szélszem, végig sima. Szélszem. Negyedik sor, a visszaálljen, szélszem, itt is végig sima szemeket kötünk. Szélszem. Ezzel a 4 sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Ha tetszett ez a videó, kérlek lájkoljátok, hiszen ebből tudom, hogy milyen jellegű videókat néztek szívesen. Köszönöm szépen, ha megosztjátok ezeket ismerőseitekkel, esetleg más közösségi felületeken, kötéssel foglalkozó csoportokban. Ha a feliratkozás mellett egy kis harangra kattintotok, értesítést kaptok a legújabban megjelenő videókról. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!